Ha iszik, ha nem, megyénkben, pontosabban Tisza-Telken található Magyarország második legjobb halászcsárdája, ez pedig nem más, mint a Kancsalharcsa halászcsárda. Ellátogattunk mi is, most ezt mutatjuk meg önöknek, és ha már ott voltunk, akkor bemutatunk egy halételt is. Elkészült a Tisza kulináris térképe. A magyar konyha összesítésén a legjobb halászcsárdák és éttermek mellett megtalálhatóak a legkiválóbb halsütödék, valamint cukrászdák is. A legjobb tiszai vendéglátóhelyek közé többnyire szegedi, illetve szolnoki címek kerültek be, de megyénk is megtalálható a méltó helyek között. A Tisza-Telki Kancsalharcsa halászcsárda második helyezése hatalmas elismerés. Halászcsárda az már nagyon régen üzemel. Én 1988-tól, mint tulajdonos üzemeltetem. Tulajdonképpen talán lehet azt mondani, hogy picit eldugott helyen van, hiszen a Tisza gát tövében található ez a csárda. Mennyire ismerték meg már az emberek? Hosszú idő telt már el, amióta elkezdtem üzemeltetni a halászcsárdát, és minden évben a szájhagyomány útján terjed a híre. Kanadától, Franciaországtól kezdve vannak visszajáró vendégeink, de ugyanígy Magyarországnak a nyugati tájairól, Debrecenből rendszeres vendégek vannak, egyre jobban megismerik. Ez tudható volt, hogy minősíteni fogják a halászcsárdát, a kancsalharcsát, vagy ez teljesen titokban történik ilyenkor? A Magyar Konyha szerkesztősége elhatározta, hogy a régió, illetve a keleti, tiszántúli régió halászcsárdáit, éttermeit, cukrászdáit top listázza. Így kerültünk mi a top 10-es lista második helyére. Teljesen titkos volt a minősítés. Eljöttek kétszer, háromszor étkezni, és utána jelentkezett be a Magyar Konyha szerkesztősége, hogy minősítenék a halászcsárdánkat, és akkor már céltudatosan kellett egy ételt készítsek, amit fényképeztek, és archívumban felhasználták. Azért ez egy nagyon megtisztelő rang, itt egy kis szabolcsi településen, hogy tulajdonképpen egy második helyezést ért el ez a kis családias hangulatú halászcsárda. Te hogy érzed, mennyire van az, hogy a családi jelleg, illetve hát ugye természetesen maga az ételek minősége jelentette ezt a megtisztelő címet? Mind a kettő nagyon fontos. Más a hangulata egy ilyen csárdának, mint például valamelyik nagyváros belvárosában működő halászcsárdának vagy étteremnek. Ez a családias jelleg közvetlen baráti hangulatot biztosít, illetve kölcsönöz a vendégek és a itt dolgozók között. Milyen a ételkínálat egyébként? Tehát mindenféle halfaj megtalálható az étlapon? Az ételkínálatunk nagyban függ a mindenkor fogható halaktól, hiszen 99%-ban a Tiszában fogott halakat készítjük el vendégeinknek. Van, amikor a ponty karácsonyi időszakban nagyon kevés, és akkor tógazdasági pontyot használunk fel, de ezt közöljük minden esetben a vendégeinkkel. Általában 90%-ban a szálkamentes nemes halakat szeretik a vendégek. Akire tudom, rábeszélem, meggyőzöm őket a ponty nemes ízéről, megkóstoltatom velük, és visszatérve már azt rendelik, azt fogyasztják. A sült halak közül szintén a nemes halak, a harcsák, a süllők, ezek fogynak. Néhány innyes vendég rendel sült, ropogós, apró halakat. Emellett készítünk
különböző ételeket, amik előrendelhetőek, lásd a harcsapaprikás, a töltött csuka, netántán kecsegehúslevest készítünk. Tehát mindenféle, amit tudunk, elkészítjük. Érdekel a régi, és van receptgyűjteményem, amit ugyan egyszer megígértem, hogy megmutatom neked. Nagyon-nagyon régi recept elkészítési gyűjteményem van. Abból időnként előveszünk egyet-kettőt és elkészítjük. Ilyen például a halgombóc, a halfasírt, nagyon szeretik a vendégek. Primissima. Di, ez hogy történt és mikor volt? 2011-ben teljesen meglepetésszerűen kaptam meg ezt a díjat. Nem tudtam róla, feleségem is titokban tartotta, mert mint kiderült, akkor is voltak fogyasztani, vizsgálni, elemezni, tudtomon kívül, és a feleségemnek mondták el későbbiekben, hogy megnyertem a jelöltek között az első helyet, és így kaptam meg 11-ben a Prima Primissima megyei díját. De ebbe gondolom, hogy belejátszott a úgymond a nagy közönség is. Ebben is bírálók, értékelők voltak, akik fogyasztottak az ételeinkből több alkalommal. Ezt még túl lehet ragozni? Ezt a rengeteg díjat? Hát nagyon szeretné az ember túl ragozni. Ez olyan örömteli volt a számomra, mind a 11-es, mind a 12-es év. Hát nem tudom, hogy a 13-ban tudok-e valamit még ezen kívül újítani. Most akkor stílszerűen a villantó nézőinek meg fogunk mutatni egy halételt, amit te fogsz elkészíteni. Mi lesz ez? Ez, mivel most a sülőnek szezonja van, én arra gondoltam, hogy egy sülő szeletet tejfeles gombával készítek, galuskával. Hogy kell neki kezdeni? Már csak a recept, ha el lehet árulni a receptet. Természetesen a halat, a süllőt felszeleteljük, sózzuk, kicsit állni hagyjuk, és roston kisütjük. Bő forró olajba, hogy legyen tartása. Közben megvágjuk a gombát, amit megpirítunk, paprika, paradicsom, hagyma, ebbe beletesszük a gombát, összesütjük, és fehérbor, illetve tejfő hozzáadásával egy nagyobb levet készítünk neki, amiben beletesszük az előre kisütött süllőszeleteket, abba átpároljuk, és a nokedli galuska tésztára tálaljuk. A galuska tésztát sima BL55-ös és rétes liszt hozzáadásával készítjük. Tudnélik, a rétes liszt egy kicsit keményebbé, tartalmasabbá teszi a galuskát, és az élvezet értéke így nagyobb. Kell-e valamilyen különleges fűszer hozzá? Tehát maga a mártáshoz vagy a halhoz? A halhoz csak sót használok, hiszen ez hozza ki a halnak az ízét, és soha nem használok hozzá egyéb más fűszert. Mártáshoz? A ragúhoz, a mártáshoz, ahhoz kis fehérbor természetesen, őrölt bors, őrölt kömény és paprika. Mindezt már csak kíváncsiságból kérdezem, hogy a villantó nézői is tudják, körülbelül mennyi idő alatt lehet elkészíteni, akinek mondjuk vannak süllőszeletei, vagy épp fagyóban van egy süllője. 40 perc az elkészítési ideje. Ha elő van készítve konyhakészre a süllő, a köret, a ragúnak az elkészítése egy 10-15 perc, közben a galuskát bekeverni 5 perc, amíg kifő megint egy 10 perc, hát 40 percbe belefér az elkészítés. És ha már ételeknél tartunk, akkor van-e olyan kedvenc ételed, most ezen kívül, amit be fogunk mutatni, amit mondjuk, hát úgy fogalmazva, a legszívesebben
készítesz el? Bármennyire is furcsa, egy hosszadalmas eljárással készülő ételt szeretek, ez az olajos hal, de nem minden időszakban tudom elkészíteni, hiszen a kukoricának a cimer alatti részével bélelem ki az edényt, amit felöntök olajjal, és a halszeleteket, ezek vagy busa, vagy ponyszeletek, 8-10 órán keresztül babér, bors, koriander fűszerekkel fűszerezve főzöm. Tehát 8-10 óra az elkészítés. És ez olyan lesz, mint amit a boltban lehet kapni, olajos hal? Attól finomabb, hiszen a kukorica szárba benne vannak azok az olajok, lásd, ami a viszkinek az ízét is adják, és ez a kukorica olajnak az íze a többi fűszerrel ötvöződik a halba, és nagyon finom.